Kyrie, 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 eleison. Kyrie, 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 eleison. Január 23-án egy nagyon különleges zenei műhely foglalkozásban nyerhettünk bepillantást. A szervezők megfogalmazása szerint nem mindegy, hogyan és mit imádkozunk, mit éneklünk, és az énekeket hogyan kísérjük. Ezért rendezték meg a műhelyt, melynek célja, hogy segítse a fiatalokat az énekes imádságban, gyakorolva a tezéi énekek vezetését, hangszeres kíséretét, elsősorban gitár, cselló és fúvós hangszereken, szólók éneklését, a liturgia megismerését. Tezéi imaórák Budapesten legalábbis hát a 80-as évektől rendszeresen vannak. Mi is átvettük már valakit, úgy kapcsolódtunk be annak idején a Városmajori templomban, akkor havi egyszeri alkalom volt. Aztán, amikor Rómába elindultunk egy óriási csapattal 87-ben, akkor heti alkalomra váltottuk az imaórákat, és már egy jó 20 éve gyakorlatilag napi imaóráink is vannak. A tezéi közösség nem mozgalmat szervez, tehát nekik az a céljuk, hogy az emberek hazajöve mindenki itthon kapcsolódjon be a helyi életbe, és tegye azt élőbbé, úgyhogy mi is ezt próbáljuk segíteni így sok éve. Ezért szervezzük az imaórákat és különböző egyéb programokat, találkozókat, zarándoklatokat. A tezéi közösség az egy ökumenikus férfi szerzetes közösség, akiknek a fő hivatása a kiengesztelődés szolgálata. Tehát Rozsé testvér, aki 100 éve született, tehát ez az év egy kiemelt év lesz tezében, neki az élet célja volt, hogy a keresztények kovászként éljenek egyáltalán az emberiség nagy családjába, tehát ne csak a keresztények közötti szakadásokat, hanem egyáltalán minden egyéb szakadást próbáljunk orvosolni. Már hallottuk is kiszűrődni az énekeket. Milyen dalokat énekelnek ilyenkor? Mi jellemző rájuk? Ez nagyon érdekes. Én zenész vagyok, és nekem a tezi énekek így mindent jelentenek. Én azt mondhatom, hogy ezen nőttem föl lelkileg is. Nagyon sokan nem ismerik tezét, de a tezi énekeket igen. Ez óriási öröm számunkra, hogy ezek az énekek ilyen fontos hordozói az örömhírnek. Ezek nagyon rövid és nagyon egyszerű énekek, négy szólamok, de nagyon egyszerű énekek. Mindegyiknek a szövege mindössze egy mondat, főként evangéliumi mondat, vagy egy-egy szentnek egy súlyos mondása, amit sokszor-sokszor ismétlünk. Tehát olyan ez, mint mondjuk a rózsafüzér, vagy a Jézus ima, van, aki ezt ismeri. Tehát, hogy egy mondatot mondunk sokszor, csak énekelve. Hát 87 óta szervezzük az embereket a tezéi téli találkozókra, az sok ezer fiatal, akik már megfordultak ilyenen, és így érdekes utólag figyelni, hogy mi marad meg bennük gondolatilag is sok minden, de ami leginkább bennük megmarad, és tényleg a szívük mélyéig hat, ezek az énekek, ami aztán elkíséri az embert az élete végéig. Elsősorban azok jelentkezését várják, akik hangszeren játszani, és vagy énekelni szeretnének, hogy tudásukat a közösség érdekében kamatoztathassák az imaóra vagy a Szent Mise zenei szolgálata alatt. Ez a folyamat, amit ez így nevez, hogy a bizalom zarándok útja a Földön, ez egy életünk végéig tartó folyamat. Vannak a rendszeres imaórák. Most idén, vagy pontosabban tavaly ősztől áttettük a súlypontot ide a jezsuitákhoz, tehát itt például minden nap van imaóránk a hatos mise előtt. Minden péntek este különböző templomokban vannak nagyobb imaóraink, utána kis agapé beszélgetéssel. A péntek esti imák előtt zenei műhelyt tartunk, hogy azokat a fiatalokat, akik szeretnének ebbe bekapcsolódni, föl tudjuk készíteni, hogy a saját helyükön, közösségükbe tudjanak imaórákat tartani, vezetni, vagy liturgikus szolgálatot, szentmisén, ilyesmit is. Azután, hát most Prágában 1000 fiatallal zarándokoltunk, hát ez egy óriási program volt, nagyszerű volt ez az európai találkozó. Ezután holnap lesz éppen egy utó találkozónk, amit szintén előre nézünk, mert szervezzük már is a nagybőjti lelki gyakorlatos kis zarándoklatunkat Pozsonyba. Tehát nagybőjt első hétvégén lesz Pozsonyba egy kis találkozó. Azután húsvétkor missziót szervezünk, Forrai Tamás atya jön velünk, a provinciális atya.
egy kis faluba, ahova egy nagyobb csapat fiatallal megyünk, ahol helyben nincsen pap, ahol a liturgiát segítjük, és ilyen módon is egymást is a hitben próbáljuk előrébb juttatni a Szentlélek segítségével. Azután Csíksomjóra szervezünk zarándoklatot pünköstkor, nyáron tezéi mágész találkozót Miskolcra, augusztusban Tezébe buszokat a nagy találkozókra, Rozsé testvér halálának az évfordulójának évében. Tehát pezseg az élet, rengeteg esemény van, amit mind kihirdetünk, meghirdetünk. Ezek teljesen nyitott alkalmak, bárki csatlakozhat, rettentően örülünk.